Az évvégi és a karácsonyi időszak közelettével a rendőrség minden évben kiemelt figyelmet fordít a vagyonbiztonságra. Hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűn- és baleset megelőzési tájékoztatóján. A zseblopások megelőzés érdekében nagyon fontos, hogy értéktárgyat, pénztárcát, mobiltelefont sem zsebbe, sem más jól látható helyen ne tároljanak az állampolgárok, hanem zárják őket el táskába, nyilván a táskát is be kell zárni. Nagyon fontos dolog továbbá, ilyen, ebben az időszakban az adománygyűjtés időszakát éljük. Adománygyűjtés csak úgy lehet végezni, hogy engedéllyel. Ez, aki ezt végzi, egy arcképes igazolványá kell, hogy rendelkezzen, illetve a pénz vagy adomány átvételéről minden esetben bizonylatot vagy más számlát állít ki. Ha ez nem történik meg, akkor nagy valószínűleg áttörésről beszélhetünk. A gépkocsi feltörések megelőzése szempontjából szintén nagyon fontos, hogy mielőtt kiszállnánk a gépkocsiból, nézzük meg, hogy értéktárgyaink, okmányaink nem hagytak szabadon, vagy nem maradtak szabadon. Nagyon fontos továbbá, hogy az ablakait a gépkocsinak mindig húzzuk föl, és ellenőrizzük is. Még most is sokszor elkövetik azt a hibát a bankkártya tulajdonosok, hogy a PIN-kódjukat a plasztikra írják, így lopás esetén egyszerűen bárki használni tudja azt, tette hozzá Kovács Attila. Az elmúlt években egyre többen vásárolnak online, ezért arra is felhívja a lakosság figyelmét a rendőrség, hogy csak megbízható oldalon rendeljenek, és gyanakodjanak, ha valami feltűnően kedvezményes. Előre soha ne fizessenek. Az adventi időszakban az utakon is megnő a forgalom, és bár statisztika nincs, de érezhető, hogy az év utolsó hónapjában megemelkedik a balesetek száma, hangzott el a tájékoztatón. Most megváltoztak már elég jelentősen az út időjárás és látási viszonyok, úgyhogy a járművezetőknek fel kell készülni ezekre a viszonyokra, és ennek megfelelően kell megválasztaniuk járműveik sebességét. A gyalogosoknak pedig úgy kell az útestre lelépni, hogy meggyőződtek annak veszélytelenségéről. A karácsonyi forgatagban civil ruhás rendőrök egyaránt vigyáznak majd a lakosságra, de a polgárőrséggel és a közterület felügyelettel is együttműködnek az ünnepi szezonban.